Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, remélem jól tehet a karácsonytok, srácok, boldog karácsonyt, úgy utólag, és boldog új évet, ha addig esetleg nem lenne új videó. Viszont most jön egy kis Warframe, és el fogom magyarázni nektek, hogyan szerezhetitek meg az era mit kell csinálni, hogyan érhető el, mi kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez megtörténjen. Na most első sorban. Az Era Quest, ez az új kis ilyen mini quest, egy bemelegítő a, a, a New Warhoz, és hamarosan le fogom fordítani, hogy miről szól. Megszerzése sajnos némileg bonyolult. Némileg, nem némileg, némileg, némileg bölők. A, a lényeg az, hogy legyen meg minden quested. De ami lényeges, hogy legyen meg az apostaszi prolog. Tehát az apostaszi prolog után, tehát a Lotus Helmet ott kell legyen, a saját kis szobádba ugye a, a, az űrhajódon, és ha ott van a Lotus Helmet, eleve az az egyik feltétel, hogy megvalósuljon az, hogy elindíthassd az Era A másik feltétel, az az, hogy legyen egy paraszésziszed, amit ballasztól kapsz. És ezért mondom, hogy meg kell legyen ez a prolog, mert a helmetnek közel lesz az Era Questhez valamilyen szinten, de ha nézitek a videót, akkor nagyon gyorsan rájöttök, hogy mit kell csinálni, és hogy hogyan. Szóval, hogy a Lotus helmetének közel lesz, és kell egy paraszészisz ahhoz, hogy aktiválni tud a questet, szóval meg kell kapt ballasztól a paraszésziszedet. Ezért mondom, csinálj meg minden elérhető questet. Biztos, ami biztos. Szóval a másik itt még nem ér véget, kell legyen el nagyon nagyon, nem kötelező, hogy legyen el viszont be kell akkor kérezkedj egy Well Proxima nevű helyre, egy Railjack Well Proxima nevű helyre, és ott pedig a Sentient Anomaly pályára rá kell menjél. tudnotok -e, hogy ennek a küldetés végén kapjátok meg a Shadow Blueprintet, a Shadow alkatrészeket pedig a Sentient hajón lehet farmolni. Szóval akinek nincs railjackje, az a recruiting szekcióba ö, bekérezkedik egy ö, csapatba, és ők el tudják venni, ö, vinni a Sentient Anomalira az embereket. Na most a Sentient Anomali nagyjából három óránként van a szemlár.com Uh, nem nagyjából három a bocsánat, hülyeséget mondok, két óránként, valami ilyesmi. A lényeg az a szemlár.com nevű oldalon meg tudjátok nézni, hogy mikor jön a következő Sentient Anomali, és akkor el lehet menni erre a küldetésre. Na most, hogyha felmentek a Sentient hajóra, akkor Uh, hát nem tudom, egy ilyen sentient tippek videót csinálok később, de fel, az a lényeg az, hogy legyen a paraszésziszt, felméntek a sentient hajóra, a sentient hajón megkerestek egy ilyen vörös kristályt, és ezen, ezt a vörös kristályt, um, paracesis szétszeditek, és akkor láttok is egy ilyen kis vörösfényt, egy Lotus Helmet féleséget, és akkor az azt jelenti, hogy megvan a quest. Végig nyomjátok a küldetést, kiléptek, majd a hajótokon, a questek vizéhez, um, hogy mondjam, konzolhoz, questek konzolhoz uh, oda mentek, és ott lesz az era quest. És elindítjátok, és akkor mutatja az űrhőtökön, be kell a saját kis ilyen Szobátokba, a hajótokon és a Lótusz helmeténél el tudjátok indítani a küldetést. Na most, miről szól ez a küldetés? Üm, teljes mértékben azt kell mondjam, hogy egy felkészítő a nyúvóra, és egy kis háttértörténet arra, hogy mi történt az oldvorban. Továbbá bemutatja a lótusznak a testvérét, akiről Hát eddig tudtuk, hogy van. Tudtuk, hogy van, de nem túl sok információt tudtunk róla. És ugye az oldvorban nagyjából ez le, ott volt Errol a a testvére, illetve Natának a testvére, és ugye a hát a harcok folytak nagyjából, és eléggé nyerésre álltak a szentjentek. De az adott jelenetben a szentjentek nyelése álltak, és ott volt Era, Ugye, ahogy szorongatta azt a, azt a Dex harcos nénit, és megjelent akkor már Lotus, ugye Lótuszzá formálódott Nata, és mondta Erának, hogy engedd előtt, és akkor erre pedig hozzátette, ha lenne szívem, most törve lenne, ha tudnék sírni, akkor most vak lennék, nézd meg, hogy mit csináltak veled, megfertőzték az elmédet, és um, feleállott neki egy választást a Lotusnak, Natának erre, hogy, hogy, itt va, én vagyok az egyetlen megmaradt családtagod, össz, nagyjából, nem nagyon, nagyjából ezt mondta, és válasz, hogy ők vagy én, és addigra ugye annyira már átalakították Nátát lótusszá az orokiniak, hogy, hogy ő mondta, hogy én a Lótusz vagyok, és akkor ugye a Tenókkal megtámadta Erát. És akkor váltunk egy jelenetet, és belekerülünk a jelenbe, és ott vagyunk egy szentient hajon, ahol ott van Natály, ott van Erá, és ott van Ballas, mint Erának a kiskutyája. És elkezdenek beszélgetni. A lényeg, ami lényeg, hogy ugye Lotusnak még mindig vannak kiesései, és ballász konkrétan, ugye felvilágosítja, hogy az Orokinéak elpusztultak, és ami megmaradt az orokiniakból azok, azok a kasztok uh, éké, grinier. Um, mi a neve a másiknak, korpusz, mindezek harcolnak mindazok felett, ami megmaradt, és ez ránk is igaz tenónkra. tehát nagyjából a semmin harcolunk, és a semmiért harcolunk jelen pillanatban, és akár akárhonnan nézzük a történetet, olyan, hogy a szentientek igen céltudatosan jönnek, miközben elmondhatni, hogy a Grinier korpusz, tenók, tenók végkép, mi tenók végkép céltalanul harcolunk, csak céltalanul gyilkolunk, és lopunk mindenhonnan, Úgyhogy egyre, egyre igaz ránk az a történet, ugye, amit, amit sokszor hallunk um, Tyregortól is, hogy uh, tolvajoknak neveznek minket, varázslóknak, na mindegy. A lényeg az, hogy, hogy um, ugye beszélgetnek ugye Lotusnak, frissítik egy emlékét, és az a lényeg, hogy erre utána mondja a Lotusnak, hogy Natál viszont te úgy más vagy, Rajtad van, hogy is mondta, rajtad van a, a foltja, rajtad van az ő vikid. Um, hogy lehet fordítani a vikidet? Elfelejtettem, túl hirtelen akartam. Tehát a lényeg az, hogy Lotus meg volt fertőzve ezzel a void um, energiával, tulajdonképpen, és emiatt ő különleges, szentient és uh, valamiféle különleges képessége van, és akkor mondja ott erre, hogy hogy most is, vagyis mondja a Lotus, hogy most is hallgatózunk mi, most is hallgatóznak, és erre mondja, hogy nem számít, és a Lotus mondja, hogy igen, tényleg nem számít, és akkor mondja erre, hogy, hogy um, hívd, akkor hívd őket haza, call them home, ha jól emlékszem, ilyesmit mondott, és um, hát Lotus valami púzáló energiát, ugye, kinyomott magából, mert, hogy valamit hívott, call them home, akkor mégiscsak Kit hívott? Az egész hadsereget, valami különleges lényeket. Hívott esetleg a Voidban, Voidból valamiféle különleges lényeket. És ugye ezzel ért véget az egész küldetés, hogy így kilök uh, minket ezzel a púzáló valamivel, és valamit hív. Um, szerintem ennek lesz valami köze majd a Duvidi paradoxhoz, meg azokhoz a nagy kígyószerű lényekhez, nem tudom. Uh, majd kiderül, a lényeg az, hogy mi lehet az, amit a Lotus hív. Egy jó kis bemelegítő, nagyon rövid, ilyen kis um, nem marasz lesz semmiről, ha nem csinálod, meg valószínűleg nem lesz követelmény ahhoz, hogy megcsinálod a New War küldetés, de ami fontos, hogy ennek a questnek a végén megkapod a sedut, a sedut pedig a sentient anomalin lehet farmolni, úgyhogy ölöd a sentienteket, de arról majd később csinálunk egy ilyen tippek videót, hogy esetleg hogyan menjünk effektíven végig ezen a, ezen a Szentient hajon, egyet mondok nektek, azoknak, akik farmolják, a drájdokból indítsátok mindig ezt a küldetést, mindig a drájdokból indítsátok, azért mert, hogyha végig rohantok a Szentient sipen, és um, és nem kapjátok meg amit kell, akkor abort mission, vissza drydogba, és indítsátok újra azon fél órában, amíg tart, addig uh, így több futamat is le tudtok uh, vinni, amíg megkapjátok amit akartok, és ha megvan, amit akartok, akkor csináljátok végig a küldetést. Srácok, ennyi lett volna uh, most, um, jönnek majd a tippek, videók, még jelen pillanatban én is még húzom, a, a railjack erősítem, most már elég erős ahhoz, hogy hogy ugye vélproximán helytálljak, viszont hiányoznak még azok a kis finomítások, de akkor hamarosan megmutatom én is a hajómat, a modolást, a trükköket esetleg, amiket tanultam ezekben az elmúlt um, időkben köszönöm a figyelmet, tetszett a videó dobja lájkot, iratkozz fel, csatlakoz klámban, link a videó leírásban, csatlakozz Discordra, link a videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!